Szent Márton jubileumi év 2016. Talán szombathelyi Szent Mártonnak is lehet nevezni az egykori túri püspököt, akinek a zsolozsma esti dicséretében az újszövetségi éneket bevezető és záró antifónáját szeretném mindannyiunk figyelmébe véve megemlékezés estén Istennek ajánlani. Ó, szent életű férfi, bár nem az üldöző karja oltotta ki az életét, mégis elnyerte a vértanúk koronáját. Nem elvetendő ugyanis az a tény, hogy az 1700 évvel ezelőtt itt született Szent Márton, akinek egy hajdan élő darabja hozzátartozik székesegyházunkhoz és a szombathelyiek életéhez, nem volt vértanú, de vértanúkat megillető tisztelet, megbecsülés és szeretet veszi körül 17 évszázadon át. A keresztények kezdettől fogva számon tartották azokat a testvéreiket, akik az életüknél jobban szerették Krisztust, és odaadták életüket vértanúként mellette. Igen, ők voltak a példaképek, akik az életükkel igazolták Krisztus szavait, senkinek nincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja barátaiért. A IV. Században élt pogány szülők gyermeke, aki római legionáriusból keresztény, majd az Istennek adott élet szerzetesi élet megvalósítója, és végül túr püspöke lett, ennek a vértanúk életáldozatát érdemlő koronának lett örököse Isten földjén, az örökké valóságban. Jó észrevenni, hogy ennek a köszöntő antifonának, előéneknek a szavai arra a Mártonra vonatkoznak, aki megismerte Jézus Krisztust. Elfogadta, mint az emberi élet egyetlen értelmét és útmutatóját. Krisztus az emberi élet használati utasítása az idők végéig. Benne az embert saját képére és hasonlatosságára teremtő Isten maga mutatta meg fogantatástól a feltámadásig tartó földi történelmi életével, hogyan legyen az ember valóban Isten képe a fejlődő világ megvalósulásának, beteljesedésének munkatársa, amire akkor, amikor Isten embert teremtett,
rámerte bízni az egész világot, mondván, töltsétek be, uralkodjatok fölötte. Ezért mindazok, akik Jézus Krisztushoz az emberi életet teljesítevő életútnak hiteles követőiként az életüket adták érte, senki sem vonhatja kétségbe a hozzávaló hűségüket. De hát mit csináljunk mi, akik nem vagyunk vértanúk, nem is tudnánk lenni. A vértanúság Isten ajándéka. A vértanúságra néhány millió emberből egy-kettőnek adatik meg a vértanúság koronája, de megkérdezem Szent Mártonnak, az ő emlékezetének szentelt eszendő utolsó estéjén, hogy mennyivel könnyebb az életet percről percre, napról napra, évről évre odaadni Krisztusnak. Azt hiszem, hogy amikor a keresztények ezt észrevették, a gyermekkorától Krisztus nyomában induló Mártonnak az élete végén, azonnal azt mondták, azonnal szent, mert az egész életét esztendők hosszú során odaadta Krisztusért. Krisztusért, igen, mert elolvasta az evangéliumban az Úr kijelentését, amit egynek az emberek közül tesztek, azt nekem teszitek. És ő egész életéből semmit sem tartott meg, sem időt, sem fáradtságot, sem szenvedést, amit oda ne adott volna a rábízott emberekért. Ha valaki azt kérdezi, érdemes-e megemlékezni egy 1700 évvel ezelőtt élt emberről, akkor ennek a zsolozsma antifónájából fakadó üzenetnek az alapján merem mondani, hogy ma sincs más értéke ennek a mindenképpen elmúló földi életnek, amely akkor is elmúlik, ha valaki semmit nem csinál, ha idejében a ránk bízott embereknek egész szívvel időt, fáradtságot nem kímélve odaadjuk. Két szempontot érdemes ebből számon tartani. Az egyik, hogy sok ember van, és én addig Krisztushoz hasonlítok, amíg senkinek se gondolatban, sem szóban, sem tettben rosszat nem akarok. Ez egy univerzális alapja az Isten iránti szeretet, emberek iránt megmutatózó igazságnak. A másik, és ez szorul némi magyarázatra, ugyanígy minden embernek oda kell adni az életünket. No nem, hát ez egy kicsit sok. 7 milliárd ember ér ma a Földön, hogyan tudom én odaadni egyetlen életemet? Kérem, a sorrend a döntő. Vannak, akikért mindent oda kell adni. Például a házastársaknak, akik egymásnak adták az életüket.
akik fölírták az otthonuk falára, hogy el ne felejtsék, érted élek, senki másért. Ez a földi élet boldogulásának Isten akarta útja, amelyből az ember a teremtő társává lesz. Új élet fakad. Igaz, hogy tehetetlenül, mindenben rászorulva az életadókra, de az ő általuk teremtett krisztusi otthon falai között nő fel minden új nemzedék, amelynek jövője van ezen a világon. Ha azt akarjuk, hogy Isten nekünk szállt uralma a világ fölött, ami boldogulásunkat szolgálja, akkor szeretnénk olyan nemzedéket nevelni, amely nemzedék vállalja ezt az emberekért odaadott életnek a titkát, a szeretet parancsát. Azt fogjuk rá válaszolni, hogy tessék már mutatni egy embert a 7 milliárdból, aki ezt meg tudja csinálni. Kérem, be kell vallanunk, hogy nincs ilyen ember. És ezért tartozik Krisztushoz az irgalmasságnak az igazsága. Ő nem azért jött, hogy az emberek közül kiválassza a tökéleteseket, hanem a magunk fajta embert fölemelje elesettségéből minden időben, mindenkorban. Az irgalmasságnak a szentjének tartják számon a túri püspököt, Szombathelyi Szent Mártont, mert ez volt a gyakorlata. Sem ő, sem más nem tökéletes ezen a világon. Árnyékai is alig lehetünk a názáreti Jézusnak. De ameddig tudjuk, hogy javítani kell az életünkön, addig hűségesek vagyunk hozzá. És ez a hűség, ez az életszentség. Senki nem ártatlan, aki fehér ruhában a győzelem pálmájával ott áll az Isten trónusa, és a bárány színe előtt csak azért van ott, mert fehérre mosta lelke köntösét a bárány vérében. Így lesz az 1700 évvel ezelőtt született Szent Márton az eléggé nem dicsőíthető férfiú, akit nem ért el a üldözőnek a kardja, de elnyerte a vértanúkkal azonos koronát. Amen. Szent Márton jubileumi év 2016.